Nem tanul mindenki, én Törnszer, és itt lenk egy újabb videóban, amiben megmondom azt, hogy hogyan kell Mandyvel játszani. Ugyanis ez itt a Hogyan jár sorozatomnak a harmadik, a negyedik rész, nem tudom pontosan, de a következő rész. És ebben a mai videóban Mandyt fogjuk szemügyre venni. Na, ha jókor adta be! Primo rándok! Jó van, na hát nem először csinálom. De jó, hogy nem lesz elég, hogy... Kedvem, persze, hát te miért ne, rohagy le. Jó, akkor nézzük is meg, hogy hogyan kell Mandyvel játszani. Szóval láthatjuk, itt is van a karakter, akivel, hogyha megállunk egy helybe, akkor betöltődik ez a nagy lövésünk, amivel eléggé messzire el tudunk lőni. A gecsicsével pedig, hogyha eltalálunk egy enemit, akkor az lelassul. 20-20 is? 20. 2,5 másodpercre azt hiszem. És szóval igazából jó lesz, hogy arra lehet jó, hogy ne tudjanak hozzátok közeledni. A szuperrel pedig végtelen messziségre tud elmenni, ezt mindjárt meg is mutatom nektek egyébként, hogyha idején a bájjel megsebeznem. De mit látjátok, végtelen messziségre megy el, és ezt a derült most el is fogjuk lőni, hogyha rámegy a párra ki újra, bang. És elég is sokat is damage-e, mint ahogy láthatjátok. Ugye a gadgetemet itt most aktiválni fogom. Hát ez... De jó, hogy bot vagy. Jaj, de jó, hogy bot vagy. Na. Pont, hogy nem a sorban egy olyan játékmód, ami neki esetleg talán jó lehetne. Fontos, hogy ne autóim érjetek velem, mivel... Milyen rendes playerek ellen nem fog sokat érni. Szóval, amint megoljuk ezt a bolt, és most... Be nem, de másodjára ne! Végre. Szóval Mandy az erősen egy távolsági karakter, és igazából nem is ajánlom showdown-ba. Knockout-ba például nagyon jó is tud lenni, szerintem pont nem ezen a pályán. Hát mondjuk úgy, de viszonylag ezen is jól tud lenni. Akár Gremrebbe is jól tud lenni, Hotzone-ba is viszonylag el tudom képzelni, szóval rengeteg játékmód van rá. Én most showdown-ba fogom megmutatni. Fontos, hogy mindig használjátok ki a range-eteket, használjátok ki azt, hogy a karakter messzire tud lőni, és szerintem ő tud a legmesszebbre lőni a szuperébe, biztos. És hogyha ezt ki tudjátok használni, akkor a legtöbb meccseteket meg fogjátok tudni nyerni, hogyha nem tímelnek el ezek nyilvánvalóan. És lent el tudjátok, de ugye semmit nem tud csinálni, csak futni. Szóval nem tud megölni semmiképpen se, szóval ezt előlem, és így meg már futni sem fog tudni. Futni sem fog tudni, anyám, ne. És hogyha valaki esetleg nagyon közeledik hozzátok, akkor egyszerűen a gecsittel rádöttök egyet, és le is fog lassulni. Csak egy egyszerűen megöleditek majd. Ott az 8-bit, hát aki jelen pillanatban most eléggé elrontottam. Dövök rá egyet, kettőt, és fal mögül megpróbálj bevégezni a szuperrel, és meg is van. Nice. Oh, mi? Eltölt még valakit a szuper? Ezt mondjuk, hogy lenne spektét, én viszont a nézős, most nincs spektét, mi hát nem vagyunk 400 kupán, de... No, eltölt még valakit a szuper? És igaz, hogy a kettőször eltölt valakit a szuper, akkor az újra töltődik, amit itt most talán láthatnánk is. Hát 5000, de még jó van. Pusztuljál meg? De egy pusztuljál, brrrr! Mi a... Jó, beszpottolunk és el fog menekülni, de nem tudja, hogy ilyen nagyon tudunk lőni a bot. Gyere már, én nem mozdulok egy tapottat se. És akkor... NE! Na leszuperezem azért is. Oké. És amit már mondtam, de muszáj mondom még egyszer, mert ez a legfontosabb dolog szinte, hogy ne autó émeljetek. Szinte soha, csak amikor már tényleg a pofátokból van az enemi, mivel bármelyik, mivel egyszerűen az autó, mivel ez a karakter nagyon messzire tud lőni, és ezért az autóim, amúgy se tudja az autóim nagyon eltalálni az enemi, de hogyha lehetes, hogy a map másik feléről akarod eltalálni, akkor már főleg nem fogja tudni, szóval ne. Például ilyenkor lehet, de amúgy meg soha sem, amikor valakit éppen mozgásban, és akkor el kell lőni, ezért is ez a karakter sem olyan nagyon, de... Új játékosoknak való, mivel hát igen, eléggé undorító tud lenni, de mikor lesz lovad lehet, nem itt már ott lehet nyomni az autóimeket. Hát viszonylag közelebb van hozzátok, beszélni nem tudok még mindig, szóval ja. Hát ilyen pillanatban nincs mi megállítson, szóval már ezzel megdöglik. Oh, fordítáltik! Anyám! Imádom ezt a karaktert, annyira jó. Fontos, hogy próbáljátok meg kihasználni azt, hogy ha egy helyben álltok, akkor messzerre tudtok lőni. Például itt most... Mert most odáig már nem tudnék így ellőni, de mivel ugye így vagyok, hogy a sárgyal vagyok, így már simán látok odáig lőni. Szóval ez egy fontos dolog úgymond a karakternek, tehát ezt ki kell használni mindenféleképpen. Mert hogyha ez a szar nem lenne ott, akkor is jobban ki tudnám használni azt is. Jó, az nem a dead. Egyébként csak azért mentem bele az arcából, mert voltam, nem mentem mindenki az arcából. Hoppá, Daryl, dír, azt lesz lovod! Nem, hanem megölt egy bolt, basszus. Messze szeretném tőletek kérdezni, hogy legyen-e stream arra, hogy felpusoljuk ezt a karaktert kis karakteren egyelőre. Mi az?
Lici! Jó, oké. Okay. Például itt nagyon, nagyon jó volt. Egyébként, yes, ne csináljátok. Ne csináljátok azt, amikor ott van az enemy az arcotokban, soha nem nyomjátok szupert. Akkor ez meg szupert, hogyha egy lövésbe kerül megölni. Mert oké, okay, hogy bekinyomjátok, de a szupernek az animációja sokkal hosszabb ideig tart, mint mondjuk esetleg egy lövést kilőni. És lehet, hogy ha 1-2 másodperc alatt amennyi időben telik kinyomni a szupert, lehet, hogy azon fog múlni az, hogy tűnjétek el a mérkőzés, vagy sem. De hogyha egy lövés az enemy, akkor ne használjátok rá szupert. Közelre főleg. Csomószor volt már velem olyan, hogy például láttam, hogy mondjuk esetleg valaki, mondjuk Frankel van is az arcában az enemy, aki egy lövés lenne, de a szuperit nyomja rá, és ezzel nem tudja megölni. És meg szeretném tőletek azt kérdezni, hogy szeretnétek-e, hogy esetleg legyen olyan stream, amiben felpusoljuk Mandy-t. Kommentációban le tudjátok írni, hogy legyen ilyen, hogy szeretnétek-e, hogy esetleg streambe pusoljuk majd Mandy-t. Anyám, streambe pusoljuk-e majd Mandy-t. Ugye egyelőre kis karakterem. Szóval írjátok meg azt, hogy ki legyen esetleg a következő karakter, aki csináljuk ilyen videót, hogy hogyan játszotok vele. Mivel elég is szeretitek ezt a videót, hiszen de nagyon sok embernek jól jön. Anyám, az a szuper... Ó, belesétál! Ó, hát ez... Így volt tervezve. Szóval ennyi stressz van ez a videó. Sziasztok!